Mivel jövő hét kedden este kezdődik a mi naptárunk szerint a Kovácslan Kenyér ünnepe, és erre különös, illetve különleges szabályozás vonatkozik az étkezést, illetően gondoltam megosztom azt, amit sikerült kiderítenem eddig erről az egészről. Annyit előjáróban, hogy ez nem egy zsidó ünnep. Úgyhogy akinek most ez jár a fejében, és nem tudja kiverni ezt a fejéből, annak azt javaslom, hogy kutasson, nézegess a videókat, amiket eddig megtalálhat a csatornán, és meg fogja érteni biztos, hogy benne, ezek az ünnepek, jahua ünnepei, ezek nem zsidó ünnepek. Érdemes megtudni, hogy mit jelent a zsidó, mi a zsidó, kik a mai zsidó, kik az eredeti izraeliták, mert különben csak káosz marad az ember fejében. És mielőtt véleményt nyilvánít bárki, én azt javaslom, hogy kutasson, és ne raboljuk egymás idejét azzal, hogy ez a zsidózás megy, mert ez rendkívül fárasztó egy idő után. És a tudatlanság egy olyan időszakban, amikor az információ ingyenes és elérhető az interneten, gyakorlatilag korlátlan mennyiségben, az ugyanolyan bűn, mint az ünnepek be tartása. Úgyhogy most, hogy ezen túl vagyunk, aki szeretné ezt az ünnepet megtartani, annak valószínűleg ez a videó hasznos lesz, és remélhetőleg valami újdonsággal szolgál az ügyben, hogy mit lehet, mit nem, és hogyan is akarja teremtő, hogy mi ezt az ünnepet megtartsuk. Gyorsan, hogy túl legyünk azokon a részeken, ami az egésznek a fizikális része, mi az, amit lehet, mi az, amit nem azt, azt előre bocsátom, hogy nem vagyok egy szakértő a, a konyha művészetekben, úgyhogy azt ne várja senki tőlem, hogy adok egy listát, ami tökéletes lesz, és megmutatja azt, hogy mit lehet, mit nem, és hogy. Azt fogom elmondani, amit megtudtam, és senkit nem akadályoz meg ez abban, hogy tovább kutasson, én ezt nagyon javasolnám, hogy ezt megtegye amúgy is hiszen én csak azt tudom megosztani, amit én tudok. Valószínűleg ez nem ugyanaz, mint az igazság. Az igazság mindenképpen ennél azért sokrétűbb lesz. Rendben, az amellett, hogy semmit, amiben kovász vagy élesztő található, amellett még a szódabikarbóna is élesztőnek számít, úgyhogy mindazok a a dolgokat, amiket, amik tartalmazzák ezeket az anyagokat, azokat el kell távolítani a lakásból. Villám gyorsan, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Egyrészt ugye nincs olyan élelem, élelmiszer, amiben ez van. Az ugye a legegyszerűbb talán. Utána érdemes olyanok dologra gondolni, ami lehet, hogy elsőre banálisnak hangzik, de amikor az ember megérti majd, remélhetőleg ennek a videónak a végén, hogy miről is szól maga a kovász, akkor, akkor ez is összeáll, ez a, ez a, része a, a kirakónak. Érdemes kitakarítani, ugyanis bárhol lehetnek morzsák, amik szintén tartalmaznak kovászt. Egyrészt a szekrény, másrészt az egész lakás, a ruházat, a szőnyegek, stb. Utána a porszívó porzsákja. Úgyhogy ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy minél inkább fizikálisan meg tudjuk tisztítani a, az életedet és a lakást, annál jobban meg fogjuk tudni érteni, hogy mit jelent spirituálisan ez az egész. És én azzal szeretnék több időt tölteni, nem azzal, hogy mit lehet, mit nem. Az is fontos ugyanúgy, de a spirituális része az egész ünnepnek szerintem sokkal fontosabb, hogy az ember megértse. Én, ez egy angol oldal, eternalgold.org, ahol találtam egy listát azokról a dolgokról, amiket ők nem javasolnak. Még egyszer szeretném azt megerősíteni, hogy amit a zsidók csinálnak, a mai zsidók, akiket mi zsidóknak hívunk, az nem ugyanaz, mint ami le van írva a, az írásban, amit mi Bibliának hívunk. Annak nagyon kevés köze van ahhoz, illetve olyan értelemben, hogy azon alapszik, nekik megvannak a saját szokásaik, ami a Tamud, a Misna, Kabbala és, és, a különböző szájhagyomány útján terjedő törvényeket illeti. Úgyhogy nem tudunk százszerzékig azzal azonosulni, amit, amit ők képviselnek, amit ők tanítanak. Mivel azonban ők azok, akik viszonylag közel állnak az étkezési szokásokhoz, ezért Szerintem jó ötlet megnézni, hogy mit javasolnak, még akkor is, ha mindent nem fogadnék el. Szóval itt egy lista azokról az élelmekről, amiket ők nem javasolnak, illetve nem tartanak elfogadhatónak. Ezt mindenki szépen bemásolja a Google fordítóba, és azonnal lesz egy lista arra, hogy mi az, amit lehet, mit nem. Az egyszerűség kedvéért itt van ugye ez, ez Google Translate, és ez le fogja fordítani nagyjából fél másodperc alatt. Itt olyan dolgokat lehet találni, mint mindenféle sós sütemények, illetve perecforma dolgok, kenyér, bégel, muffin, hamburger, hotdog zsemle, fokhagymás kenyér, kolbász, tekercsek, <laughs> hát van néhány dolog, amit nem ismerek, illetve nem ezek amerikai dolgok, úgyhogy nem tudok pontosan lefordítani, de feltételezem, hogy ez a corn dog, ez olyasmi lehet, mint a hot dog zsemle, csak mondjuk kukorica kenyérből, kovász természetesen, kekszek, pereceg, gabonaféle dolgok, amelyik tartalmaz kovászt, akkor ezek a sajtos, pufi dolgok, sütemények és ilyen rákcsáli torták, cukrás sütemények, a piték nagy része, kekszek, fagylalt, a fagylalt ostya, néhány jégkrém fajta, a palacsinta, az ostya maga, leveles tészta, akkor Graham keks, vagy bármi, ami Graham dolog, zsemlemorzsa, zsemle, a rántás, a rántott, különböző rántott élelmiszerek, e, ugyanígy a, a hagymakarika, ami ránt von, de bármi, ami rántásra készült, az gyanús, a tortilla, a burritos, akkor e, ez a kruton, ez egy ilyen keményebb fajta száraz süteménynek mondható valami, az is a taco, a chipsek, minden csoki, amiben van ostya, néhány cukorfajta csokoládék, és ugye megint a rántodók, a gabona, gabonából készült különböző élelmiszerek, ezek a kekszek, az emésztés segítő kekszek, stb. A granola, ami ugye olyas, mint a cerbona szeletek, és a legtöbb szalonna, ami természetesen ne, tiszta állatból szalonna, az mind ehhez tartozik. Szerintem ez egy nagyszerű iránymutatás, azonban azt javaslom, mint mindig, hogy mindenki nézzen utána annak, amit eszik. Mert ez mindannyiunknak a saját felelőssége, hogy, hogy a legjobb tudásunk szerint kövessük azt, amit ja, hova meghatározott nekünk, amit ő akar. Amennyiben valaki látja ezt a videót, látja a felsorolást, az nem állítja meg abban, hogy elolvassa mindennek a, az útmutatóját, hogy mi található benne, mik az összetevők, és a tudásának megfelelően ezt betartsa. Én mindig azt javaslom, mint mindenben, hogy, hogy a lehető legbiztonságosabb utat válassza az ember, mert bár a tudatlanságban elkövetett bűnt nem fogja természetesen az embernek felróni a teremtő, hiszen igazságosan ítél, de ha elkerülhető, miért ne próbálnánk meg a lehető legtisztábbak maradni? Ez ugyanígy vonatkozik a bármiféle más hétköznapokra, amikor eszik az ember, vagy iszik, vagy beszél, vagy bármit csinál. Az, az lenne az embernek a, a feladata, hogy, hogy ezen az úton járjon legjobb tudása szerint, és ehhez saját magának kell előbb-utóbb felelősséget vállalni, hogy kikutassa azt az információt, ami ami rendelkezésre áll, és rengeteg információ áll rendelkezésre. Úgyhogy ez egy ilyen szűk lista. Ennek ellenére én azt javaslom, hogy mindenképpen mindenki nézze meg az összetevőket, tisztítsa ki a házat, ha valami gyanús, dobja ki. Egy hetet így is, úgy is kibír mindenki egy másfajta détán. Emellett még ugye van a. Mindjárt meg is mutatom a képét. Az úgynevezett tönköly Pászka maces, és ez. Kovácsolom kenyér, ami alkalmas a pászka ünnepére, és a kovásztalan kenyér ünnepére, legalábbis amennyire én ki tudtam deríteni. Ebből van többféle verzió. Én más nem is találtam, én a spárban találtam, de Tesco-ban is van valószínűleg, és más nagyobb bevásárlóhelyeken, de számtalannak kellene, hogy legyen. Gondolom mindenki talál, amennyiben szeretne. Szóval ez az, amit kell fogyasztani ezen a héten. Legábbis, ha ehhez hasonló. Ennél azonban szerintem fontosabb a spirituális értelmezése ennek az egész folyamatok és ennek az egész hétnek, hogy miről is szól ez, miről kellene, hogy szóljon mindenki számára. Nézzük, hogy mit ír erről Saul azaz Pál a korintusiakhoz itt első levelének ötös fejezetében. Általában hallatszik köztetek parázdaság még olyan parázdaság is, amilyen a pogányok között sem említedik, hogy valaki atyának feleségét elvegye. Ki fog derülni a későbbiekben az, hogy ennek miköze is van a kovászlan kenyér ünnepéhez, illetve magához a kovászhoz. Így folytatja, és ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keserettetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, aki ezt a dolgot cselekedte. Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, aki ekként ezt cselekedte, ti és az én lelkem Adonai Husa Hamásiák nevében egybegyűlvén, Adonai Husa Hamásiák hatalmával átadjuk az ilyent, ha satánnak, a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék Adonai Yahusha a napján. Nem csoda az, hogy, hogy a legtöbben össze vannak zavarodva, mikor arról van szó, hogy Saul vajon a törvényekkel szimpatizált, vagy azok ellenében beszélt, ugyanis nem egyszerű megérteni azt, amiről ír. De ha megnézzük még egyszer szépen lassan, ugye egyből a bűnnel kezdi. És nem véletlenül hívja fel a figyelmet a paráznaságra, ugyanis a paráznaság létezik fizikálisan, ugyanúgy, ahogy spirituális értelemben. Spirituális értelemben egyértelmű, amikor az ember más tanítások után jár, más úgymond hatalmasságok, vagy idézőbb, tehát istenek után jár, az mind paráznaság. Erre számtalan példa van, akár jelenések könyve Higalú 14-es fejezetben az egyik, és ez pedig a hetes vers, ezt mondván nagy szóval fétek Elohimet és agy és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, a tengert, és a vizek forrásait. És más angyal követi azt mondván, leomlott, leomlott Babilon. A nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Vajon mi is ez a haragbor, az később évben kiderül, hiszen az nyilvánvaló, hogy nem nem szó szerint vett részegségről beszél. 9-es, és a harmadik angyal, Malá, követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja, az a szolgája, vagyis isteníti a fenevadat, és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik Elohim haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzel és kénkövel a szent angyalok előtt és a bárány előtt és az ő kínlódások füstje felmegy örökön örök, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Úgyhogy ez a nagy parázna az, aki elhiteti, megtéveszti a világot a különböző tanításaival. Ugye Babilon, természetesen tudjuk, hogy ez mindenféle hamis tanítása vonatkozik. Ez egy másik vonal lenne ezt elkezdeni most, de azt szeretem volna, hogyha mindenki érti, hogy a paráznaságnak van egy spirituális töltete, és Saul nem feltétlenül a fizikális paráznaságról beszélt. A következő, ami érdekes az, hogy és ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, aki ezt a dolgot cselekedte. Ez a szó nem más, mint a görög szó. Strong G5448 melynek jelentése ugye felpuffad, és az egyik jelentése az, hogy természetes, természetesét tesz, vagy valamit, valamit ö, áttesz a természetbe, azonban a másik ö, része az, hogy felfúj valamit, felfújódik, vagy pedig valamit fel, megdagad, felpuffad. Illetve büszkeség, valaki büszke lesz, vagy valakit büszkévé tesz. Illetve, hogy valaki fennhordja az orrát, valaki büszkén jár, valaki felemeli saját magát. És ugye azt veti a szemükről, hogy ezek az emberek nemhogy, nemhogy megkeserettek volna emiatt, hogy megbánták volna ezt, hanem még fel vannak fuvalkodva, és nem vetik ki maguk közül, aki ezt a dolgot cselekedte. Ugyanúgy, ahogy nekünk ki kellene vetni magunk a háztartásunkból a kovászt, illetve bármit, ami... Megdagasztja a kenyeret. Ugyanúgy felpuffaszt, ahogy ezeket az embereket a bűn maga felfogalkodottá tette. Hiszen egy kis bűn az egészet meg fogja éleszteni, amit majd látjuk a későbbiekben. Utána ugye elmondja azt, hogy bár ő távol van testben, a lélek ugyanúgy itt van, és ezt a tulajdonságot, nem feltétlenül ezt az embert, hanem ezt a részét az embernek, ezt a, ezt a részt, ami a bűnt elkövetni, ami abban leli örömét, azt az embert akár szó szerint átadni a sötánnak, az ellenségnek, hogy hagy hogy ez az ő része. Ő az, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozik. Ez, ez az ő jellegzetessége. Ő az, aki a bűnt szereti. Mi pedig ezáltal megmaradunk, Jézus, a másiákban, a hitben járjuk az utat, az instrukciókat, a ra alapján, és így örök életet nyerünk. Erről szól a következő három vers. A hatosban, de nézzük azért meg még egyszer. Mert én távol lévén, ugyan testben, de jelenlévén lélekben már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, aki ekként ezt cselekedte, ugye ő már megtanította az embereknek, ő már megtisztította őket, hiszen elmondta nekik, hogyan kellene élniük aki ekként ezt cselekedte ti, és az én lelkem a mi urunk Jehusáha Hamásiák nevében, egybegyűlvén Adonai Jehusáha Hamásiák hatalmával átadjuk az ilyent satánnak a test veszedelmére, hogy a lélek megtartassék Adonai Jehusá a ma napján. Azáltal, hogy az ember elfogadja a megváltót, jár az úton, és ez a két dolog elengedhetetlen. A Tora betartása és a hit, a megváltóba vetett hit, ez által az ember kitaszítja magából a bűnt, hiszen nem tud már tovább úgy élni. Ez ezért a Másiák nevében és az ő hatalmával űzi ki magából a bűnt, és átadja, hogy az ellenség hagy foglalkozon ezzel, hiszen ez az ő asztala, és utána már nem követel az ember ilyet. Erről szól a kovásztalan kenyér ünnepe. Megszabadulni mindattól, ami bűn, ami ugye a kovász, az, ami megtestesíti ezt, kitakarítani a házat, és úgy abban élni, utána onnantól kezdve. Ennek a példája az egész kovászon kenyér ünnepe. És itt a hatos versben jön az, amiről már, amit korábban említettem, nem jó a ti dicsekedéstek, mi a dicsekedés? Ez, ami felfogalkodottá tesz a büszkeség, a bűn, ez az, ami a satán útjára visz. Avagy nem tudjátok, ér, hogy egy kicsin kovász az egész tésztát megposhatja. Tehát teljesen mindegy, hogy mennyi kovász marad bennünk, mennyi bűn, vagy mennyi hamis tanítás, vagy mennyi félreértelmezés, vagy mennyi ó, ezt még lehet, vagy ez belefér, vagy majd holnap. Egy idő után az az egész embert megromlasztja és elteréli az útról. Mindaz, ami az, hogy ó, az ünnepeket nem kell betartani, ehetünk bármit, beszélhetünk bárhogy. Saul eltörölte a parancsolatokat, vagy Saul az egy hamis proféta, teljesen mindegy. A név nem számít, a szombatnap nem számít, csak, csak bizonyos törvényeket kell betartani, karácsony, ez, ez mind, mind, mind része ennek, amiről ő beszél. Ezeket mindet az ember ki akarja a saját lelkéből legfőképpen tisztítani. Ez, erről szól ez az, ez az ünnep. Erre készül fel az ember, ahogy halad közelebb az ünnephez, és megpróbál ebben élni, és utána folytatja ezt a, a, végtelenség. Ez egy körforgás évről évre. Ezeket azért találta ki a teremtő, hogy mi ebben tudjunk élni, hogy figyelmeztesen arra, hogy ezek fontos dolgok számára, és hogyan is kellene élnünk. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, ezek ezek a régi, amikről eddig szó volt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy Kovász nélkül valók vagytok, bűn nélkül, hiszen ha másiák hatalmával és nevében már megtisztított minket. Mert hiszen a mi páska bárányunk, ha másiák megáldoztatott életünk. Pontosan erről beszél, hogy a, a, a ő volt az áldozat, aki megtisztítja az embert. Ő, aki elvitte a bűnt, és ezzel az áldozattal ő az, aki ezt magára vállalta. Ez a szó húsvét, ott természetesen páska, a Húsvét egy pogány ünnep, egy keresztény ünnep, amikor az ember tisztátalan állatokat teszik, és az ég királynője, királynőjének áldoz, ami nem más, mint Asterot, Aserák, asará, Easter, teljesen mindegy, hogy hívja az ember. A tojás ugye a termékenységet szimbolizálja, a nyúl is, a, a disznó, hús, a tisztátalan állatokat, ez mind-mind pogány ünnepek, ezért is csinálják a keresztények sajnos egyértelművé teszi a nyolcas verzsön, azért ne régi kovásszal ünnepeljünk sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak, igazságnak kovásztalanságában. A tisztaságnak, igazságnak kovásztalanságában János 17, 17 a, a te igéd az igazság. Úgyhogy az ő szava az igazság, és a tisztaság pedig egyrészt fizikális tisztaság, másrészt spirituális, úgyhogy a disznó, meg ezek a dolgok, a nyúl, ezek sehogyan sem férnek bele ebbe az ünnepbe, még Saúl szerint sem. És a régi kovász azok a régi, a régi ember, a régi tudás, a tanítások, azok az elméletek, amik az emberben van, a bűn, mindaz, amit szeretett, ne az, hanem áthalad az ember egy új, emberbe, és ha a a megtörtítő szó, az igazság által megtisztul, és egy új ember lesz. 9-es vers, így szól, ugye erről, amiről beszéltünk, azt írtam nektek a ma levelemben, hogy paráznák a ne társalkodjatok. Természetesen az egyik része, aki fizikálisan tisztátalan, a másik az, aki spirituálisan tisztáton, A bűn, a hamis tanítás, és mindaz, amit Yahuha elítél. Ez mind a paráznaság kategóriába tartoz. Tízes vers így szó, de nem általában evilág paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy báványimádóival, mert hiszen így ki kellene e világból mennetek? Ugye azt mondja, hogy nem arról beszél, és ez jobban kiderül az Easy to read-ből ugye, de ezt nem úgy értettem, hogy semmiféle kapcsolatot ne tartsatok e világ embereivel, hiszen, ha tőlük teljesen el akarnátok zárkozni, akkor ki kellene mennetek a világba. Ez elég egyértelmű. Hanem arról beszél, 11. vers, most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy báványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. Aki atyafi létére, aki hívőnek mondja magát, és parázna, és megcsalja a, a társát, és aki a báványok után megy, vagy nem marad rajta az úton, vagy aki káromkodik, vagy úgy beszél, vagy szídja a másikat, vagy lenézi a másikat, vagy részeges, vagy pedig, vagy pedig bármi más, ami negatívan befolyásolja az embert. Az ilyennel még együtt se egyetek, semmiféle közösséget ne vállaljatok ezekkel az emberekkel, hiszen még egy kicsin kovász az egész tésztát megposhassa. Ezért takarítsuk ki a régi kovászt, hogy legyünk új tésztává. Ezért ne vállaljunk közösséget ezekkel az emberekkel. Ugyanúgy, ahogy kitakarítja az ember a lakását, az életterét, ugyanúgy az ember igyekszik megszabadulni mindentől, és mindenkitől, aki nem segíti ezen az úton. Hiszen hiszen az ember nem lehet egy igában hitetlen különben a kettő egymásra hatással lesz. És általában a probléma a hitetlennek teljesen mindegy, hogy mit csinál. Azonban annak, aki ezt az utat választja, annak rajta kell maradni a keskeny úton, hogy beférjen a végén, a szűk kapon. 12-es vers. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? Avagy ti nem a belül lévők fölött tesztek ítéletet. A kívülvalókat pedig majd Elohim ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül. Ugye őt nem érdekli egyáltalán, hogy mi van azokkal, akik hitetlennek mondják magukat, ahogy nekünk sem kellene ezzel foglalkozni. A, a feladat nem az, hogy hogy az utcasarkon ordibáljunk és mindenkit megpróbáljunk meggyőzni. A feladat az, hogy akit érdekel, vagy aki az úton van, azt próbáljuk támogatni, és egymás segítsük. A, az egész világ ezt nem fogja elfogadni vagy jó szemmel nézni az igét nem lehet úgy hirdetni, hogy, hogy az ember akarat, valakinek akarata ellenére rá erőszakolja. Nekünk ahhoz semmi közünk. Majd Elohim megítéli őket. Arról van szó, akik, akik, azonban az utat járnák, azok azok, akikről ítéletet kell tenni. Ezt azok figyelmébe ajánlom, akik azt szajkózzák mindig, hogy ne ítélj meg engem, meg nem mondjad, hogy mit csináljak. Hiszen ez maga Saul, azaz Pál, a vagy ti nem a belül lévők fölött tesztek ki ítéletet. Ez nem az az ítélet, hogy nem lehet elmondani azt, hogy valaki rossz úton jár, vagy megjegyezni azt, hogy így vagy úgy kéne. Az ítélet egy egész más dolog, amiről ott beszél. Az arról beszél, hogy ha mi ugyanazt csináljuk, mint a másik, akkor ne beszéljünk, hanem először saját szemünkből szedjük ki a gerendát, és aztán kezdjünk el másnak beszélni a szálkáról. Vessétek ki azért a gonosz magatok közül ugyanúgy, ahogy a kovászt el kell távolítani a kovászaron kenyér ünnepén, ugyanúgy a gonosz ki kell vetnie magából az embernek. És erről szól a kovásztalan kenyér ünnepe, inkább, mint arról, hogy maradt-e néhány morzsa itt ott amott, vagy pontosan mi van az élelmiszerben. Az is fontos természetesen, hiszen, hiszen ez egy parancsolat, és az ember legjobb tudása szerint azt is meg kell, hogy tegye, azonban a lényege az egésznek egy spirituális fejlődés, és az, hogy hogyan kerülhetünk ezáltal közelebb a teremtőhöz, úgy, hogy megszabadulunk a régi tanításoktól, a hazugságoktól, amiket az mindenki magával hozott a különböző felekezetekből, meg hall itt-ott, meg összeszed a, az internetet. Plusz a bűntől. Mind attól, ami nem Elohimtől való. Még egy dolgot ennek a résznek befejezésével és utána még egyet, még egyben meg fogjuk vizsgálni néhány más verset, hogy azok mit mondanak erről a témáról. De mielőtt tovább mennénk, tudom, hogy ez egy probléma mindannyiunk számára, amiről most szó lesz, úgyhogy ezért szeretném felhívni a figyelmet rá. Nekem ugyanúgy, mint valószínűleg az emberek 90%-ának. És ez is hozzátartozik ahhoz, amiről Kovászan kegyér ünnepe szól, és amiről eddig szó volt. Én azt javaslom mindenkinek, és én ez igyekszem tartani magam, amikor a mindenható Jahua útjáról van szó. Az információ általánosságában véve más, azonban amikor Jahua akaratáról van szó, az írás megértéséről, akkor nem érdemes Kutatni minden nap más vélemények után. Nem érdemes állandóan megnézni azt, hogy ki mit mond ugyanarról a témáról. Tíz ember tízféle dolgot fog mondani. Nekem teljesen mindegy, hogy hány ember hallgatja azt, ami ezen a csatornán zajlik. Olyan értelemben, hogy nekem semmiféle hasznom nincs ebből. A lényeg azonban az, hogy minden alkalommal, amikor az ember tíz másik videót megnéz, ugyanarról a dologról, egy hatalmas káosz alakul ki a fejében. Minden ötlet, minden tanítás, minden út egy-egy különböző magot ültet el az ember gondolatvilágában. Ezek pedig elkezdenek kicsirázni és kinőni, és egy idő után egy hatalmas káosz lesz az ember fejében. Én azt javaslom ehelyett, hogy mindenki kérje Jehuát, a teremtőt. Imádkozzon azért, hogy vezesse el oda, ahol megtalálja az igazságot. És mikor úgy érzi, hogy megtalálta, maradjon ott mindaddig, amíg Jahuá arra nem mozdítja, hogy álljon tovább. Én mindig ezt követtem, ezt a stratégiát, és én nagyjából, nagyjából azt kell, hogy mondanom, hogy négy csoportot hallgattam, négy csoportnyi különböző gyülekezetet, az elmúlt egy év alatt, és mindig továbbálltam a következőre, és minden egyes alkalommal a Huha bebizonyította, hogy jó döntés hoztam, mert ő az, aki irányítja a lépéseinket. Mindegyik csoport egyen mélyebb szintű tudást biztosított az egyes témákról. És mindaddig, amíg én úgy gondoltam, hogy, hogy ez az igazság, ha úgy éreztem, ha, ha ő erre mozdított, akkor én ott maradtam mindaddig, amíg úgy nem éreztem, hogy tovább kell lépnem, mert egyrészt nem tudok fejlődni, másrészt már nem tűnik igaznak. Az igazság több rétegű. Az, amit ma gondol az ember, az jó esetben egy év múlva már szánalmasan fog tűnni. Hiszen az ember fejlődik, jobban megérti a dolgokat, és továbbá. Azonban az alapok mindig ugyanazok maradnak. Ezért javaslom mindenkinek azt, hogy ne ugráljon össze-vissza, és keresgessen minden, minden témából 15-20 videót. Mert össze fog zavarodni. És ez csak a saját tapasztalatom, hogy ez az nem jó. És hála Huának, hogy megmutatta ezt a kezdet kezdetén. Hogy megértettem azt, amikor ugyanezt tanácsolták nekem azok, akik, akiknél elkezdtem ezt az egészet hogy ne legyen az ember, ne ugráljon ide-oda, mert annak nincs jó vége. És Efézusiakhoz írt levelében Saul ugyanezt támasztja alá, és ezzel szeretném ezt a részt befejezni, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide stovahány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele. Az embereknek álnoksága által, a téveg és ravasságához való családság által, hanem az igazságot követvény szeretetben mindenestől fogva nevelkedjünk abban, aki a fej hamásiákban. Ő az igazság mindenki, aki azt hirdeti, hogy ő az igazság, és a tora instrukciók követését hirdeti az az, aki az igazságot mondja. És ne engedjük azt, hogy ides tova hányan a hab az, a különböző tanítások között hiszen akkor az ember el fog veszni. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat remélem hasznosnak találtátok, és halleluja. Még annyit hozzá hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!